fölengedés kettő, fölengeded, és akkor a motor fékez egy nagyot, akkor még kúszik a kerék, és befordulsz. Na most ilyenkor lehet, hogy még pördül az ember, nem tudja, mire ér, ott van. Azt érezted? Érez. Balra kanyarod. Lassít, egy. Nézd körül. Nagyon lassan még osztuk a helyet, gyere ki a szélére, mert ő nem biztos, hogy tudja. Aha. Bíztam benne, hogy nem érzi a hullatállását. Nem te? Szembe jövő. Gyorsítunk. Nézd meg gázadásra, hogy pörög, kipörög vagy nem. Jobbról az utcát nézd meg, gázelvétel. Ott van a tábla. Kanyarodj a jobb kezed felé, tehát kanyarodj jobbra. Álló közeli állapot. Majd ott, ott egyet, majd ott, tett egyesbe. Jelző. Körbenézed oda-vissza kétszer. Mert egy nézés nem nézés. Két nézés az egy nézés. Ezt tanulom, mondta nekem, én is tanulok, kettő. Pici gázt teszünk hozzá. Kigyorsít, és megy. Táblákat nézzük jobbról. Ott van. Kanyarodj jobbra. Itt időbe, tapogasd időbe. Fékezd. Erezd el, amikor már csúszom. Igen. Tehát miért volt jó, hogy a kuplungot benyomtad? Hogy amikor a fékkel megállítod a kereket, akkor ne álljon le a motor. Nagyon jó. Ilyen időben lehet korábban ezt alkalmazni. Jobbra. Jobbra. Jó, meg menjünk most már. Körülnézünk, figyeld a szélét is. És kapcsolom. Látjuk az útfelület. Minden utcában más. Gyorsítunk és kapcs. Próbáld meg olyan 50 körül menni egyenlőre. Fogod érezni a kormányon, ha mozdítasz. Próbálj a nyomvonalat, ahol kevésbé van hó az útfelületen. Megyünk egyenesen. Választ ki, ahol kisebb a hómennyiség. Egyforma. Lehet nyomni neki most. Lehet, próbáld ki. Nyomd meg a gázt. Taposd bele, hogy könnyül-e a kormány. Gyakoroljuk, tegyük ötödikbe, fogd a váltót, kuplunk fel gáz, hadd menjen. Taposd bele, nyomd a gázt. Jelezd, hogy átmegyünk balra, tükör. Egy picit, mindig egy kicsit így egyenes, kicsi, kis mozdulat, egyenes, kis mozdulat. Főleg, ha ilyen nyomvályos az út, mert akkor keresztbe lehet fordulni. Lassítsd meg, tapogató fék, kettő. Szembejövőt lassít, belengedett. Gurulj előre, nem kell megállni. Tedd egyesbe, menj előbbre 5-10 métert, menjünk előbbre.